Hello mindenki, azaz ismét eljött hozzátok egy fura játékkal, még nem nagyon láttam én se, és az sem, aki velem együtt ki fogja próbálni most, aki Kudi. Hello. Kudival nem is tudom, hogy találkoztatok-e már, nem emlékszem, hogy Overwatch-os videót csináltunk-e külön, de még talán régebbi videóban. Szerintem Chris meg én együtt volt már olyan videó. Tényleg, a szerencseforgandóban tudja, hogy volt egy. Amikor úgy volt. Jó, és akkor nála ennek a játéknak körülbelül annyi a lényege, hogy Kudi fog mászkálni össze-vissza. Most minek cseréltet ki? Fog mászkálni össze-vissza, és hát lesz egy-két akadálya, amin túl kell vergődnie. És én pedig a könyvtáros vagyok, aki segít neki ebben. Ugye én vagyok az ész, és elmondom neki, hogy mit, hogy kéne. És akkor reméljük, hogy kijut. Akkor készen állunk. Nézzük, mi történik. Ez az alapjáték, ez amúgy ingyenes, Steamen. Szóval nyugodtan, hogyha van egy haverotok, vagy ilyesmi, akkor ki lehet próbálni. Annyira nem nagy a játékos bázisa már, mert amúgy van még egy extra része. Egy kisebb pénzért, meg most nem sokára jön majd még egy része. Szóval már eléggé előre haladott, és ezek szerint szeretik játszani. Oké. Én látok színes szemeket, meg hozzájuk ilyen jelecskéket itt a falon. Na, én találtam egy walkie-talkie-t. Walkie-talkie-t? Ah, és most megjelentek ilyen szemek. Ja, jó, ez csak az, hogy tudunk játékon belül is beszélni, akkor ez bele van építve. Itt ide van írva, szerintem vérrel vagy valami tilos festékre, hogy the answer is lies. The answer? Lies. Lies? Hazudik? Ja. Na, én látok egy csomó olyan szaros jelet. Várjál. Before one starts in the west, take one step towards the eastern wall. Start off by, jó, ez valami izé lesz. Versike. Ez nem, itt is egy könyv, amit fel lehet venni. Azon is van valami versike. Itt is egy könyv. Csomó könyv van. Az lesz jó, hogyha ezekben majd meg kell. Ja, nem, annak ugyanaz volt a vers, hogyha jól láttam. Itt egy térkép. Találtam egy térképet. Hát most én azzal sokkal nem megyek, mert itt van egy lezárt ajtó. Várjál. Hogy néz ki a szobád? Van benne doboz, vagy ilyesmi? Hordó? Hordó van. Hordó... Hány hordó? Két hordó. Három. Csak három? Három van. Jó, akkor ez a térkép ilyen szempontból nem fontos, mert nálam csak 4 van, 5, meg 1, úgyhogy ez nem az, amit mi kerestünk. Ez micsoda? Most vagyok kezdőni, nincs valami, hogy mi az első. Nem tudom, mi az, hogy látok egy csomó ilyen jelet? Mi az, hogy ilyen? Úgyhogy az, hogy ilyen. Hát látok egy M-et, egy A-t, egy kis plusszáddal. Hát, Oké, akkor ez az, amit mondtam az elején, a szeres. Kör XL, meg egy ilyen nyújtott N. Jó, várjál, hogy vannak sorrendben? Van egy ilyen Z-szerű, ami kicsit döntött. Igen. Van egy... Hát hogy mondjam sorrendben, mert én várjál, most lehet be fogjuk szopni, mert szintévesztő vagy. Látsz-e ott a körül valamilyen színeket? Kék, piros és zöld kéne. Hát van két szem, egyik egy kék, és igen, a másik meg zöld. Melyik a kék, a bal? Igen. Aha, oké. És akkor pirosat nem látok. És akkor mit kell csinálni a jelekkel? Na, ez egy jó kérdés. Mit tudsz velük csinálni? Ha rámegyek, akkor valami fej. Meg tudom nyomni a R-vel, szóval tudom use-olni. Oké, két oszlopban vannak?
Hát három sor, és össze-vissza, szóval nem mondanám, hogy oszló. Három sor, és össze-vissza. Jó. Van hát összesen 9. Én tippre azt mondom, hogy meg kell nyomnod először a bal oldalit, utána meg a jobb oldalit, én ezt gondolom. Szóval a kék szemhez ez elsőt, és utána a zöld szemhez. Szóval először nyom meg azt, ami... hát ez mi a tököm összehasonlít? Hát mint egy fasz. Csak nincsen heréje. Hasonlít ahhoz az A-hoz, amivel van egy T betű, ja, csak nincs ott a T. Aha. Jó, igen. Azt nyom meg, és akkor utána nyom meg az M-et. Eltűnt a A-ról is a jelölés. Szóval valószínűleg nem jó. És azt mondod, hogy kék meg zöld a izé. A szem. Kéke. Sem lehet, hogy összetéveszted a kéket meg a zöldet? Hát a kéket meg a zöldet nem tudom összetéveszteni. Jobb oldalon van a zöld, bal oldalon a kék. Igen. Ez bizony úgy van. Akkor mi lehet még? Próbáljuk meg azt, hogy... Na jó, várjál, először próbáljuk meg a másikat. Van egy ilyen kis kör, és átmegy rajta három pálcika. Igen. Azt nyom meg, és utána az alt a T-vel. Megint eltűnt a jelölés mind a kettőből. És ki tudod nyitni az ajtót amúgy? Szóval amikor megpróbálod? Szerintem itt van egy kis ilyen kapu-szerű. Igen. Azt tud lemenni, vagy kinyírni, vagy valami. Aha. Utána érem el az ajtó. Szóval nem. Ha az segít, a kapun ilyen kékes jelölések vannak. Kékes? Igen. Az nem segít különösebben. Ezt kéne valahogy kitalálni, hogy az miért nem jó neki. Mert... Nézelődött, hát van titkos dolog. Próbáld meg beütni fordítva. Fordítva, szóval hogy, az alt a T-vel. Nem, a másikat, az M-et és a félfaszt. Jó. Félfaszt. Nem, semmi. Most már nagyon gyanúsan kipróbáltam az összes kombinációt. Mi olyan kevés el van? 9. Van egy csomó. 90 összesen? Igen. Na jó, akkor mondjad, hogy mi van. Várjál, mi van a felső sorban? Felső sorban, jó. Hát, van a kör három pálcikával átvitva. Balról jobbra mondod, gondolom. Igen. Igen. Van egy T, aminek a két szára így fel van hajlítva. Igen. Van a fasza. Igen. Ez volt a felső sor. Igen, ez volt a felső sor. Középső az a döntött Z. Várjál. Igen. Van egy ilyen fura N. Fura. Vagy mint egy P. Ahhoz hasonlít. Fura M. N. N. Mint Nóra. Itt meg van nyújtva az N. De nem, ja, várjál, írott N, írott. Írott N. És meg vagy nyújtva. Azaz. Nem? Nyom meg azt az N-t meg az M-et. Ó, az jó. Mit nyomtál előtte akkor? Hogy nézett ki, amit a fasznak néztél? Az a A téve. Hasonlít az az A hoz, amiben van egy T betű, csak nincs ott a T. De direkt ezt mondtam, hogy az A T nélkül. Jó, mindegy. Megint van egy jó idő. Kinyílt egy ajtó, oké, várjál.
Jesus. Itt van egy gyönyörű kép. Én egy rakat állatot látok körbe. Jó, mert itt van egy gólya egy halálfejje. Van itt rajta van egy halálfej gólyán? Aha. Vagy hogy? Hát egy ilyen koponya, ami... Hát a feje az egy koponya. Ja, oké, okay, megvan, megvan. És kell valami jel? Igen. Oké. Okay. Egy kupa fejű ember, aki fogja a fejét. Kupa fejű ember. Ja, igen. Pont olyan, mint igen, egy ember, igen. Csak egy kupa a fejét. Aztán anyád. És ez hova kell tenni? Hát nem tudom, én most csak mondom a jeleket, mert nekem csak ennyi van itt. Szóval azt gondolom, neked kell majd találni. Visszateszem egyelőre. Nem tudom visszatenni, hanem most ledobtam a faszomba. Jó? Áh, megvan hova a koponyafejű gólya alá kell rakni. Aha, alatta van a jel nekem, igen. Majd akkor legközelebb mondok ilyeneket. Igen. Hát a segít, igen. Hát a második... Az egy, hát egy kerék, ami ugye át van húzva így középen, meg szóval vízszintesen és függőlegesen is, és a függőlegesből megy egy kunkori farok, és ez benne van egy asztalban. Talán nem. Igen. És a harmadik az egy teknős. Aminek van egy propeller van farka. Egy kalapa. Igen. Jó, ez... Jaja, látom, mert a öcsim mentek, jönnek közbe. Steamen. Jó. Itt ilyen csövekhez látok. Várjál, mert ebből a szobában nekem nincs további járat. Laci, jön fel a víz. Igen, bassz meg, mi a fasz? És kurva gyorsan jön fel a jó, víz. Jó, de mit látsz, mondjad? Hát látok csöveket, meg itt van az ajtó fölött lila színnel az, hogy orange, szóval, hogy narancsárga. De lila színnel van írva. Nányi? Lila színnel van írva az, hogy orange. Ha. Hát az ajtót már elette a víz. Egy ilyen lefelé kell mondani. Abba, itt egy ajtó, ami kinyílt. Ögyek. Hol a tökömbe visszasz? Ú, itt a víz. Mi? Orange? Az odaírva? Igen. De lila színnel? Igen. Lila és narancs, lila és narancs, lila és narancs, piros. Megy le? Na, de lehet, hogy kinyitni a legjobb. Várjál, lilában van írva az, hogy orange. Igen. Akkor mit csináljunk, Kudi? Lilát csináljunk, vagy narancssárgát, mondjad? Narancssárgát. Ha. Tessék. Kezdtem fuldokolni ezt. Hát, de lement a víz, jó, kinyílt, jó. Oké, megyek. Tehát engem leküldött egy pincébe kinyírni, tudod, ilyen... Engem velvekkel kell neked kinyitnom a csapot. Ó, szerintem jön a labirintú. Igen? Ahhoz kellnek a könyvek. Mert most van egy fehér ajtó, vagy fehér kalantyúval. Aha. Megnyomtam. Fehér ajtó, fehér... Várj, itt nekem van egy fehér kalantyú. Ó, látok térképen valamit. Na. Fehér ajtó, fehér kallantyú. Ja. Oké, bementél, és van út balra meg jobbra, ugye? Igen. Hogyha balra mész, ott van egy lépcső lefele, vagy föl. Igen? Menj ott végig. Igen. És ott van elvileg egy szoba, négy hordóval, meg egy valami asztalszerűséggel. Igen. Oké. Jó, akkor menj vissza ott a lépcsőn, ahol lejöttél. Igen. És tovább, addig, amíg el nem éred azt, hogy el tudsz menni jobbra egy szobába. Egy lépcsőn. Ott elvileg van valami kék cucc. Igen, itt egy kék kalandkú. Azt elvileg meg kell húznod.
Várjál, baszki, várjál, ezt át kell gondolnom, hogy hogy kell sorba menni. Meghúztam. Jó, de várjál, meg gondolok. Menjünk visszafele? Ne, csak nem mozdulj, várjál. Mert nagyjából szerintem vágom, hogy mire utalnak ezek a dolgok, csak át kell gondolnom az útvonalat. Arra... Ott kalandjú, és ott vissza kell jönni. De akkor azt megint meg kell húzni, mert azt közben befalasz, gondolom. Jó, csekkoljuk le először. Menj vissza a lépcsőn a főfolyosóra. Igen. És tovább ilyen sréhen jobbra egyenesen. Ott le egy lépcsőn balra. Vagy fel. Na várjál, most vagyok a fehér ajtón. De az be van zárva, nem? Igen. Jó, menj vissza oda a szobába, ahol voltál. Ahol volt a kék maszki. Ahol volt a kék X. És a kék cucc. De ne húzd meg! Igen, itt vagyok. Várjál. Mert nekem közben meg kellett húznom megint ezt a szart. Szóval, onnan, ahogy mész ki, sréhen jobbra előre, igen. Tovább a folyosón, le balra, vagy fel. Igen. És ott az ajtó, ott van egy fal. Igen, egy kék. Egy kék fal. Jó, oké, zsír, akkor értem, hogy miről van szó. Szóval, most visszamész oda a fehér ajtóhoz, oda a négy hordós szobába. Mm-hmm. Szóval, hogyha ott van egy négy hordó asztalnál. Ez lehet, hogy... Jó, mindjárt, csak azért geci nagy ez a szal. Igen, itt vagy. Jó, szóval ott elvileg tudsz menni tovább lefele. Ugye, ahogy bejöttél oda, jobbra. Halló? Hát jobbra fölfele tudod. Jó, lehet, hogy föl, bocs, ez a térkép nem teljesen jó. Itt van egy kutyú. Egy mi? Kutyú. Hát képen. Na igen, ja, jó, igen. Jobbra menni, meg balra. Jobbra. Szóval azért jobbra-balra egyből. Igen, itt nyitva van egy kék kapu. Oké, menj át. Jó. Bla. Átmész, igen. Ugye, húzd meg azt a zöld kart. Zöld kart. Ott van a négyen doboz. Megvan. Jó. És most vissza ott, ahol jöttél. Egész... Ja, vissza kell menned a kék karhoz. Köszön. Lejöttem... Én igen. Azt nem tévedek el. Van egy kicsit tovább és jobbra. Na várjál, most eltévedtem. Mert itt a fehér, és itt le kell meg, ugye? Aha. Le jobbra. Húzd meg megint a kéket. És most ugye visszatolod. Igen. És akkor most mész arra, ahol az előbb volt az a zárt ajtó, szóval ugye előre sréhe jobbra, és le balra. Igen, és akkor itt jobb. Jaj, csak arra. Ott át. Igen. Akkor menjek fel. Igen. És ott egy nagy teremben élsz, ahol van egy zöld ajtó a jobb oldalon valahol. Jobb sarokban. Jó, ott menj be, és ott meg kell húznod egy piros kart. Jó. Meghúztam. A piros kar után az lezárul. Akkor vissza kell menned arra, merre jöttél a kék karhoz. És megint meghúzni. Szóval? Nem, ez így van, megcsinálva direkt, hogy ugye, hogyha meghúzza egy kart, akkor egyik helyen lezár, utána a másik helyen kinyit. Hát már most nem tudom, hova vagyok. Akkor, hogyha visszaérsz a piros szobába, akkor segítek. Várjál, kék kart kell, ugye? Micsoda? Kék kart, igen. Jó, az megvan. Jó, húzd meg megint. Jó. És utána kimész a szobából balra, el a fehér ajtó mellett. Igen.
utána ugye jobbra, egyenesen a kutyushoz, utána jobbra-balra, át a kék ajtón, utána meghúzod a zöld kart, és akkor mész a lépcsőn, át egy zöld ajtón, és balra egy piros ajtón, és kint vagy. Bal, piros. Zsí. Checkpoint reached. Laci? Igen? Ide lehet, nem megyek most ki. Mert baromi hidegnek tűnik. Annak tűnik?